Plébános úr, elkezdődött a 2023-2024-es tanév. Igen. Biztosította a katolikus hittanoktatás itt Beleden? Igen, hát köszönöm szépen. A régiekhez hasonlóan történik. Az utóbbi években Wolf Renáta hitoktató végezte a gyerekeknek a tanítását. Főállásban végzi ezt, mert hát úgy van haszna, és gyakorlatban is szükség van erre, tehát az osztályok szerint szükség van arra, hogy ezeket az órákat tartsa. Egyrészt Beleden, itt helybe, másrészt pedig Mihályban van a másik iskola, ahol ezt a szolgálatát ellátja, és hát nagy igyekezettel igyekszik megfelelni, és hát azt gondolom, hogy hál' Istennek, hogy megy szépen, halad ebbe a dologban továbbra is, akkor így tudunk számítani rá, és hát a gyermekek is már jól ismerik, úgyhogy így ez nekik is szerencsés, így gondolom. Ön is bekapcsolódik az oktatásba, tehát részt vesz tanórákon? Amikor olyan helyzet adódik, hogy például az utóbbi években, hogy helyettesíteni kell esetleg valamiért, akkor azt el szoktam tudni vállalni, de úgy direkte nincs szükség folyamatosan, hogy ugye én átvegyek valamit, mert az ő reszortja, az ő feladata, és azt neki is kell nyilván hivatalosan is végeznie. De amennyiben olyan adódik, akkor azért valamelyest igyekeztem úgy besegíteni. Volt olyan idő korábban, amikor egy év, amikor nem volt senki, és akkor azért ezek az iskolák összejöttek, ugye, mert több falut tartalmaznak az egyes iskolák. Úgyhogy ott a környék falvaiból is jártak, ugye ez a két gyűjtőiskola, nem is egy falut lát el, Beledi is, csak egy fele Beledi a gyerekeknek, vagy jó fele, a másik pedig szintén egy külön terület, ahol itt átjárnak a más falvakból. Ja, az evangélikusoknál itt Beleden az óvodásokat is oktatják játékosan. Iász Beatrix evangélikus esperes elmondta, hogy időszakonként ellátogatnak az óvodába is. A katolikusoknál működik ez, tehát akár a hitoktató, vagy akár ön felkeresi az óvodásokat itt Beleden? Az elmúlt esztendőkben a legtöbb évben volt hitoktatás van. A mostani évben reményeim szerint, amely említettük egymás között is, hogy reményeink szerint, hogy most is lesz a gyermekeknél. Hát az óvodában még nem teljes létszámmal szokott lenni, de általában az iskolára azért ott megjönnek a gyerekek, tehát mindig. Olyan is előfordult, hogy nem volt, vagy kevés volt a tényleges jelentkező, de ott is aztán a gyerekeket el tudtuk érni, mert az első osztályban a többség beiratta, akik érintve vannak. Tehát az azt jelenti, hogy akár óvodától 8. osztályig tanulhatják így a hittant, vagy játékosan, vagy már tankönyvből a gyerekek. Igen. Mondjuk az ő részükre inkább Jézus életéből történetek, meg az ünnepek. Tehát ők az is, abban egy kicsit otthon is vannak. Tehát a legkisebbeknek. A legkisebbekről, az óvodásokra gondolok, és a karácsony, húsvét, pünkösd, meg azért ugye az advent. Tehát ezek folyamatosan olyan tanítások vagy történetek, amik énekekkel vagy valami mással kicsit megtüzdelve, rajzzal, színezőkkel, meg hát a tankönyvek szerencsésebben most már egy kicsit úgy a gyermekbarátok ezek, a ki kell egészíteni valamit kis rajzzal, tehát több az ilyen kis feladat bennük. Ugye régebben azért verbálisan többet kellett hozzáfűzni, de akkor is még a óvodás vagy elsőosztályos könyvekben is voltak színezők, tehát ott is ez ment. Most egy picit több feladat, színesebb megjelenésű képek vannak benne, tehát úgyhogy ezeket lehet most használni, és talán az jobban leköti őket, hogy valamit csinálhatnak valamit, ami feladatként előttük van. Tehát ez az új sorozat pár éve van, és ez úgy vettem észre, hogy azért ez egy kicsit jobban alkalmazza azt, hogy tudják azt kézbe venni, és abban el legyenek, hogy úgy mondjam. Ön tud gitározni? Nem, ezzel. Valamicskét én tanultam, volt egy időszak, hogy elővettem. Használjam ugye az órákon a gitárt? Nem nagyon, mert én már ebből kiestem, megmondom őszintén, tehát az úgy kiestem. Más... Nem is akarja mondjuk a későbbiekben, hiszen a gyerekekhez való kötődés, kapcsolódás, nem, egy új színfoltja az lenne. Nekem nem volt egy nagyon olyan központi dolog, az csak úgy magam úgy előszedtem, más
hangszert kicsit tanulgattam, és akkor azért azok jó pár évig, és akkor aztán milyen azt félretettem. Milyen más hangszerrel játszott még? Hát volt nekem puvós hangszert, larinétozni jártam, ilyen puvós zenekarban, meg egy kis ütő hangszerszerűség is volt bennem, nálam, de tehát én ezt ilyen műkedvelőként jártam oda, nem tudom, két-három évet valamikor még, tehát az olyan középiskolás koromban lehetett vége fele, hogy azt ilyesmit egy kicsit foglalkozgattam, de nem vagyok én annyira benne ezekben most már, mert nem az sincs nekem már meg. Volt, ami nem éreztem, hogy annyira hozzám passzol menő, és talán másra is gondolhattam volna, de azt véletlenül úgy választottam, valami barátom volt, hát azt mondta, hogy oda megy, akkor mondom, én is hát kisgyerek voltam, még azt nem tudtam eldönteni, meg nem is. Nem biztos, hogy úgy jött ki. Hát énekelni szoktam, szerettem, úgy a szentmisében annak örülök, hogy Isten adott hangot, és az egy jó, hogyha ünnepélyesebb énekel, szentmise vagy. Ezt ajándékba kapta az ember, erre meg semmi érdemem nincs, de azért mégis azt szeretem, hogyha ünnepek vagy egyéb ünnepi szentmisékben, hát én azt gondolom, hogy az önmagában most nekem bőséggel jó, hogyha nem vagyok bereked, vagy jobb a hangom, akkor azt szívesen teszem. Terveznek-e a gyerekeknek programot, mondjuk itt önöknek is van egy ilyen külön épülete, ahol a kötetlenebb formában mondjuk játszóházat lehet szervezni, vagy egy bármi olyan rendezvényt, ami egy kicsit az iskolai kereteken kívül van, de a katolikus hithez közelebb hozza a gyerekeket, idézőjelben fogyaszthatóbbá teszi számukra. Hát adódik ilyen azért, hát mondjuk ami külön órák vannak így a vérmálás előtt és áldozás előtt, azok csak próbák, tehát nem annyira központilag ilyen jellegűek, ilyeti jellegűek. Azért egy-egy ilyen délőtt vagy egy-egy ilyen alkalom azért közbe-közbe adódó alkalom azért szerepelt, eddig is, tehát mondom, ez a bérmálkozók áldozás előtt állók számára, és hát a nyáron volt nekünk egy ilyen hét, amikor tényleg úgy jobban együtt volt az egész társaság, akik ebbe bekapcsolódtak, abban volt azért egy kis jövésmenés, de volt ilyen jellegű gyurmázás és egyéb minden, ezt egy-két fiatal is volt velük, pár fiatal, és akkor ők ezt üzték, tehát ők tudták ezt jobban közösen velük ilyen gyurmaféli, meg ilyen dolgokat tenni. Azért adódhat olyan helyzet, amikor nyilván, hogy valamilyen különleges, ilyen kicsit adódó programot lehet szervezni délelőttönként, vagy hétvégén. Ez elő-elő fordult, de nem rendszeresen, tehát úgy nem folyamatosan. Hát ugye a gyerekek is le vannak eléggé kötve. De hát a hittanórák ugye azért ad nekik egy ilyen hasonló lehetőséget, tehát végül is azért, akik hittanosok, azok ezen átesnek. Tehát az óra keretében is nem csak ilyen tanulmányok vannak, hogy csak ugye a szövegeket betanulni, vagy egyéb ilyen, hanem kicsit az óra is játékosabb valamivel. De azért ez, amit fölvetődött, ez részint ő rajtuk is múlik, akik velük jobban most közelebb kapcsolatban vannak, a hitoktatónál is, ő is azért igyekszik megtenni, hogy valami kis különlegességet mindig keressen, vagy találjon számukra. Köszönöm.